Hello mindenkinek, Biz vagyok, és amint láthatjátok, most Battlefield 3 gameplay-jel jöttem, ez egy egész gameplay. Ez a gameplay arról szól, hogy milyen bénán BF3-azok. Nagyon béna vagyok benne, és mint amint mondtam, a válaszolós videóban nem tervezek egyenlőre fegyverbemutatós videót ebből a Battlefield játékból, mivel nem értek a Battlefieldhez, és nem szeretnék igazából úgymond kóklerkedni, olyan dologhoz hozzászólni, amihez még nem is értek, még nem is tudok kezelni úgymond a játékot. Nagyon fura nekem ez az új környezet. Néha nem tudom, hogy melyik gombhoz nyúljak, de nagyon élvezetes játék. Sokkal jobban csapatorientáltabb, sokkal jobban igényli a team munkát, mint a COD. Ez is igen fura. Én szeretem a csapatjátékot, szó sincs erről, csak Kodban megvan az a lehetőség, hogy menj egyedül és ölj, és én általában azt szeretem, ha a csapattársaimtól kicsit távolabb vagyok, kicsit ki tudom magam élni úgymond, és nem zavarnak bele, nem köpnek bele a levesembe azáltal, hogy bénáznak, mellettem lőnek olyan helyzetekben, amikor tök felesleges. Szóval, amint láthatjátok, még a Claymore-t se tudom, hogy kell használni, csak leszúrom, mert véletlenül rossz gombot nyomtam meg. És hát próbálkozom ezerrel, ez egy viszonylag nézhető gameplay, azt hiszem ilyen 24-3-as staton volt, illetve még haltam biztos még plusz 3-at, csak ugye újraélesztettek, és akkor azt nem számolja. Illetve még nagyon a fegyverekhez se értek, itt is most épp betöltök 5 darab lőszert, és hát Battlefield nem egy olyan játék, hogy 5 darab lőszerrel lehet ölni, de valahogy mégis sikerült kezdő létemre. És még annyi eszem se volt, hogy rájöjjek, hogy én Suppert klasszal vagyok úgymond, vagyis tudok magamnak töltényt lerakni, és még ezt se nagyon tudtam, illetve persze néztem én gameplayeket, és tudtam, hogy le lehet rakni ilyen dobost, csak valahogy így nem esett kézre, úgy valahogy nem tudatosult bennem, és elkezdtem ezzel a rafiával itt menőzni. Össze is jött 2 kill, aztán szépen el is haláloztam, ahogy annak a rendje. Szóval még ezt így tényleg éreznem kéne. Bár azért néha vannak jó kis megmozdulásaim, főleg a szerencsének köszönhetően, de a kodból például át tudtam hozni ugye a reflexemet, a célzási képességemet, illetve a jó helyzetfelismerésemet, de egy nagyon nagy zavaró tényező van nekem a Battlefield 3-ban, az pedig, hogy a térkép lent található a képernyő alján, illetve még nagyítani se nagyon lehet, illetve lehet csak más módon, mint ahogy én azt szeretném. És nem úgy van, mint a COD-ban, vagy más játékokban, hogy a képernyő felső részén található meg ez a kis térképek, kis minimap, hogy láthassam ki hol lő, illetve a mapokat se ismerem, illetve nagyon gyorsan meghalok, mint itt is. És még valahogy nem érzem úgy a játékot, mint ahogy azt kéne, mint mondjuk egy Gotham City-re 2 perc alatt így pikpak ráéreztem. Ezt szopni kell, ezt teljes mértékig, és hát béna vagyok benne, bevallom. Itt is lesz egy olyan rész, azt hiszem, ennél a résznél lesz, igen, még a barátomra is rálőttem, hogy késelni akarok, és erre eldobok egy amó dobozt, csak pöröttem rá, hogy aha, nekem van olyanom is, hogy töltény. Igen, pont ennél a résznél lesz. Jaj, de cuki, és mondjuk ő is béna volt, ő sem itt lelőni, na mindegy. És hát ez a Battlefield énem, még egyenlőre itt tartok. Viszonylag tényleg nézhető gameplay, vannak jó kis lövéseim, például ez a rész is, itt menőzök itt a targonca mögött. Igen, ez a rész, hát nagyon vicces, de nagyon tetszik a játék, tényleg nagyon jó, szokni kell, nem összehasonlítható koddal. Hát igen, a járműveket nem szeretem benne, tényleg nem szeretem. Nem tartozik hozzá az én játékstílusomhoz, én hogy így vezetgesse. Van egy autóm, én azt elvezetgetem, nem kell nekem egy játékba nyomni a nyilakat ehhez, szóval igazából ennyi a véleményem a járművekről. Illetve persze van repülőgép is, de ahhoz béna vagyok. Akkor ha én abba beszállok, akkor a csapatom nem jut előrébb, szóval értitek. Illetve még egy olyan mondandóm is lenne ez a játékhoz. Biztos lesznek olyan segítő szándékú emberek, akik kommentbe leírják, hogy szerintük mivel toljam én, vagy mivel játszak, így, úgy, amúgy, de ezt nekem kell kitapasztalni, úgyhogy köszönöm a segítségeteket, illetve a segítségi szándékotokat. Nyugodtan megírhatjátok kommentbe esetleg, hogy mivel toljam, mi a legjobb fegyver, hatata, de ezt tényleg nekem kell
végigvinnem ezt a szamál létrát, és ezért amikor kérdezitek tőlem, hogy milyen klasszal toljam ezt a fegyvert, vagy milyen klasszal toljam azt a fegyvert, akkor én is próbálom azt mondani, hogy tapasztaljátok ki, max mondok egy példát, hogy talán én ezzel tolnám, de ezt magunknak kell kitapasztalni, úgyhogy nekem kell végigjárni ezt a szamál létrát, úgyhogy hamarosan jönnek a BF3-as gameplayek, de előbb tanulok játszani. Sziasztok, Bisz voltam, és köszönöm, hogy végignéztétek a bénázásomat. Jó!